Őrizetben a merénylők. Az ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek 5 szemét, akik összefüggésbe hozhatóak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elleni támadással. Új óvoda Máté Szalkám. A 80 férőhelyes új intézmény 300 millió forintból épül fel. 5 iskola kapott napelemeket. Közel 170 millió forintból több mint 1000 napelemet telepítettek a Máté Szalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó 5 iskola tetőszerkezetére. Az ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek 5 szemét, akik összefüggésbe hozhatóak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elleni merénylettel. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A február 27-i ungvári támadás felbújtóit még keresi az ukrán rendőrség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés legutóbbi ülésén közös határozatban fejezte ki tiltakozását az eseménnyel kapcsolatban, és szolidaritásukról biztosították a képviselők a kárpátaljai magyarokat. Kapusznyit viselő alak helyezte le a robbanó eszközt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székházának utcafronti ablakára, majd hatalmas robbanás rázta meg a környéket. A február 27-i robbantásban az épület földszinti része kiégett, az emleti helyiségekben nem keletkezett kár. Rövid időn belül ez már a második támadás volt a székház ellen. Február elején már volt egy sikertelen kísérlet a központi iroda felgyújtására. Grezsa István híradónknak elmondta, számos hasonló provokáció érte a kárpátaljai magyarságot az elmúlt másfél évben, ezekkel szemben érthetetlenül állnak. Sajnos az ilyen agresszív merényletekhez vezetnek azok a cselekmények, hogy Ungváron mindenféle gond nélkül vonulhattak fel, késhegyre a magyaroknak jelszóval szélsőségesek, és azért nem avatkoztak közbe a szervek véleménye szerint, hogy ukrán hazafiakról van szó. Ugyancsak nem avatkozott közbe a rendőrség, amikor a beregszászi városházáról letépték a magyar trikolort feketébe öltözött maszkos emberek, vagy amikor primitív módon telepingálták a főutak mellett, hogy ez magyar föld, rossz magyar helyesírása, egy ennyivel megúszhatták. És természetesen erre sarkalja a szélsőségeseket az a másfél éve tudatosan szervezett kijevi magyar ellenes sajtókampány, amely teljes mértékben érthetetlen a két ország kapcsolatai vizsgálva és a korábbi időszakhoz képest. Legutóbb az ukrán nyelvtörvény esetében is kiállt a határon túli magyarság mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Most az ungvári székház elleni támadással kapcsolatban is hasonlóan közös határozatban fejezték ki tiltakozásukat a képviselők. A megyei közgyűlés napján értesültünk erről az újabb provokációról, amely a határon túli kárpátaljai nemzeti közösségünket érte, és hát a napján, ráadásul amikor közgyűlési tartottuk, evidens volt számunkra, hogy egy határozatban tiltakozzunk, emeljünk fel a hangunkat ezzel a fejlemény ellen, és kérjük a felelősek példás megbüntetését. Az ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek 5 szemét, akik összefüggésbe hozhatók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi irodája elleni merénylettel. Ezt Twitter oldalán maga az ukrán nemzeti rendőrség vezetője, Szerhij Knyáznyev jelentette be. Az értesülések szerint azt, aki a támadást megrendelte, még keresi az ukrán nemzeti rendőrség. 80 férőhelyes óvoda alapkövét tették le pénteken Máté Szalkán, a Széchenyi István katolikus és német nemzetiségi általános iskola új intézményében, a három csoportszoba mellett tornaterem, foglalkoztatók és közösségi tér is helyet kap. Az óvodaépítést a Római Katolikus Egyház és az állam összesen 300 millió forinttal támogatja. Ilyen óvoda fogja várni a kicsiket hamarosan Máté Szalkán. Három csoportban összesen 80 óvis járhat majd a Széchenyi István katolikus és német nemzetiségi általános iskola új intézményébe. A Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye fenntartásában működő óvoda alapkövét pénteken helyezték el. Az óvodát Zsigmond László Ibdíjas építész tervezte, aki Máté Szalka főépítésze. Ez egy három csoportos óvoda, három foglalkoztató teremmel, és hát ugye a kor követelményeinek megfelelően már van egy nagy tornaterem, amely egyben nyitható az egyik csoportszobával, és így egy nagy közösségi tér is kialakul. Az óvoda építésével az is cél, hogy a gyermekek már egészen kicsikortól keresztény szellemiségben nevelkedhessenek. Az általános iskola alatt legyen egy óvoda, ahol keresztény nevelést kapnak már az óvodások is, és aztán úgy készüljenek fel az életre az iskolában,
hogy valóban ezt a krisztusi értékrendet megismerjék, elfogadják, szeressék. Máté Szajkán a most épülő óvoda lesz az első egyházi fenntartású nevelési intézmény. Azért vagyunk büszkék arra, hogy ez az épület megépül, mert hiszem azt, hogy minden olyan építkezés, amely állami, vagy egyházi, vagy bármilyen más fenntartó által Máté Szalkán történik, az Máté Szalkát gazdagítja. Az óvoda építését az egyház és az állam összesen 300 millió forinttal támogatja. Az új intézmény a tervek szerint 2018. szeptemberétől várja a gyerekeket. Közel 170 millió forintból több mint 1000 napelemet telepítettek a Máté Szalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó 5 iskola tető szerkezetére. Ezek intézményenként 70%-os áramköltség megtakarítás jelentenek. Az így felszabadult több millió forintot az iskolák a tantermek belső felújítására vagy oktatási programok szervezésére fordíthatják. Ezek a napelemek már a nyírbátori Bethlen Gábor szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium mellől segítik az iskola áramköltségeinek a csökkentését. Ezen kívül még 4 iskola vett részt a programban, összesen 6 rendszert és több mint 1000 napelemet telepítettek az intézményekhez, közel 170 millió forint értékben. Intézményenként 50 kW teljesítményt tudó fotovoltaikus napelemes rendszer kiépítésére került sor a KEHOP 5211 pályázati program keretében, és terveink és a számítások szerint ez azt fogja eredményezni, hogy az iskolák közüzemi szolgáltatás, illetve maradjuk csak az áramdíja és államköltsége az közel 30%-ára fog lecsökkenni, tehát egy 70%-os megtakarítást tudunk elérni, és ez a forrás ez felszabadul, ezáltal pedig bevonható az iskola napi működési feltételének a javításába. A megtakarítást akár a tantermek belső felújítására, vagy nevelési, oktatási programok létrehozására is tudják fordítani az iskolák. Ez több millió forintot is jelenthet. Simon Miklós, a terület országgyűlési képviselője kiemelte, közügy, hogy olyan oktatási intézmények legyenek, amelyek felveszik a versenyt a világ munkaerőpiacával. Jelenleg Nyírbátorban is több multinacionális cég működik, akik jól képzett szakembereket akarnak alkalmazni. Ezért is kellenek ezek a fejlesztések. Nem lehet 19. 20. századi épületbe elvárni a 21. századi oktatási színvonalat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a gyerekek a környezetükben nem látják azt, hogy a világ fejlődik, és ennek a jelei az iskolába is visszaköszönnek, akkor úgy gondolom, hogy a nevelésnek nehéz dolga van. Tehát a gyerekeinknek látniuk kell, hogy hogyan működik a modern technika, és kéz közelbe kell, hogy legyen ez. Ezt én nagyon fontos dolognak tartom a nevelés miatt. Ezáltal a gyerekekben is pozitív élményt kelt az iskola. Az elmúlt időszakban folyamatosan javultak a beiskolázási lehetőségek, ami azt jelenti, hogy az eddigi fejlesztések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 5%-kal nőtt a szakképzés iránti érdeklődés, ezért egy javaslatnak köszönhetően 8 szakmával bővül az iskola palettája. A szakemberek úgy tapasztalják, igény van a szépészet szakterületén a képzésekre, és sok hegesztő is jelentkezik. Azonban a faipari munkások létszáma nem növekszik olyan mértékben, mint arra szükség lenne. Büszkék lehetünk a Nyíregyházi Egyetemre címmel tartó sajtótájékoztatót a Fidesz. Szabó Tünde, a párt országgyűlési képviselő jelöltje elmondta, a kormány 81 milliárd forintból 400 településen 527 iskola fejlesztését segítette. Ez az elmúlt 30 év legnagyobb fejlesztése. Az átalakított oktatási rendszernek köszönhetően a Nyíregyházi Egyetem színvonalas oktatásával megfelel a munkaerőpiaci követelményeknek, és ezt a térségben működő gazdasági szervezetek is egyre jobban érzékelik. Egyre többen jelentkeznek, megállapodásokat szeretnének kötni az egyetemmel, akár kutatásokat tekintve, akár cégek, gazdasági háttérrel rendelkező mondjuk szervezetek, akik nagyon szeretnék azt, hogy már úgymond a jelen hallgatók kutassák az ő területeiket, ipar területét, vagy bármilyen gazdasági szektorban, és ez is azt mutatja, hogy igen, a jövőt már a kezükbe tudjuk tenni.
A természetvédelem felül kell, hogy írja a honvédség érdekeit, hangzott el a Magyar Szocialista Párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Gőgös Zoltán, a párt országgyűlési képviselője, másfél éve állt a bökönyi gazdák mellé, amikor egyre nagyobb méreteket öltött az újonnan megalakult vadásztársasággal a Viszály. A társaság állítólag vadászati jogot vett a több mint 1500 hektáros területre, ahonnan ki akarják tiltani a gazdákat, akiknek ez a megélhetés jelenti. Ez egy 1500 hektáros honvédségi terület, amiben aktívan 40 hektárt használja jelenleg lövészeti célra a honvédség, és a helybeli gazdák ezt több évtized óta kezelik, mert egyetlen egy kezelési módja a legeltetés, és most úgy tűnik, hogy a honvédség valamilyen oknál fogva próbálja ezt megakadályozni, vagy megszakítani. Mi azon dolgozunk most már lassan másfél éve, és folyamatos levelezésben vagyunk a miniszter úrral, hogy ez ne legyen, tehát hogy hagyja békén ezt a 25 családot, meg 5000 birkát, és ne nézze a most frissen alakult vadásztársaság érdekeit, aki minden áron ki akarja szorítani erről a területről ezeket a gazdálkodókat. Hát itt tart az ügy, én nagyon remélem, hogy ez nagyon gyorsan megoldódik, hiszen itt a tavaszt legeltetni kell. A koraszülött gyerekek fejlesztését, illetve a közösségekbe történő befogadását kívánja elősegíteni az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért alapítvány mentor programja. A 3 éves projektben a családok is átfogó támogatást kapnak az őket érintő nehézségek feldolgozásához. A nyíregyházi mentorházat szombaton adták át. Az Észak-Alföldi régióban a kis súlyú koraszülöttek aránya az elmúlt években lényegesen magasabb volt, mint az országos átlag. A Debrecen és Nyíregyházi koraszülött intenzív centrumok a betegforgalmi adatok alapján az ország legnagyobb központjai közé tartoznak. A koraszülött babák egy része hosszú távú ellátásra, fejlesztésre szorul. Ugyanakkor a szülők is gyakran magukra maradnak nehéz helyzetükben. A csecsemőkön és családjaikon próbál segíteni az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért alapítvány tavaly indult mentorprogramja. Erre mindig szükség lett volna, a szülőkben mindig megvoltak ezek a kérdések, mindig megvolt a bizonytalanság, amikor hazakerültek, sok mindenki ad nekik tanácsot, nem tudják, hogy melyiket fogadják el. Tehát a mentorháznak ez lenne a lényege, hogy amikor ők, és a mentorálásnak a lényege, hogy amikor hazakerülnek, a saját védőnőjén, saját házi orvosán kívül legyen egy személy, egy közösség, egy háló, egy mentorháló, akihez ő fordulhat, és a nehézségekben segít neki eligazodni, tehát mellette leszünk. Egykori koraszülött gyerekek kórusa énekelt szombaton Nyíregyházán. A Szent Miklós görög katolikus általános iskolában indult útjára a helyi mentorprogram, ahol előadásokkal és fejlesztő programokkal várták a családokat. A hálózat központjai Debrecenben, Szolnokon és Nyíregyházán vannak. 2017 őszén elsősorban Debrecen volt a projekt események fő helyszíne, most a Szabolcsi megye székhely válik a koraszülöttek mentorálásának régiós központjává. A nyíregyházi mentorházat szombaton áldották meg. Ezen túl a Bátori utcában várják a koraszülött babákat és családjaikat, ahol zenebölcsi, énekkar, érzékenyítő játékok és baba-mama klub is várja őket. Nyugodt környezet, csendes környezetek ezek a mentorházak, külön el lehet vonulni, kisebb szobákat is tartalmaz, de nagyobb tereket is, ahol egyszerre több család, több gyermekével együtt is tudnak játszani. Ide mindenfajta, már amúgy is általánosan elterjedt dolgokat, mint baba-mama klubot szerveznek, de akár terveznek sütés-főzést, közösen a sorstárs anyukák vagy sorstárs családok kisebb programokat, akár továbbképzéseket. Ezek mellett a mentorházban lehetőség nyílik pszichológussal és gyermekgyógyásszal is beszélgetni, illetve a szociális támogatásokra is felvilágosítást kaphatnak a szülők. Nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor nem csak a baba ellátásával kapcsolatban, hanem az anya lelki állapotával, az apának a családba való részvételével is nagyon sok kérdés felmerül. Nagyon nagy szükség van tájékoztatásra is és ismeretközlésre is azzal kapcsolatban, hogy ki mire jogosult, ki mihez juthat hozzá, milyen speciális ellátási formákhoz és milyen szociális juttatásokhoz, mert azt gondolnánk, hogy ez természetes, de sajnos nagyon sokan ennek ellenére sem tudják ezt, hogy járnának nekik ellátási formák. A mentorprogram a tervek szerint 3 évig zajlik majd, és együttműködik benne a régió valamennyi koraszülött intenzív osztálya, valamint a római katolikus, a görög katolikus, illetve a református egyház is.
Országjáró körútjának első állomására Máriapócsra érkezett pénteken az Eucharisztikus Világkongresszus missziós keresztje. A 3 métert meghaladó bronzborítású tölgyfa keresztet 2007-ben a budapesti város misszióra készítették. Tavaly a Vatikánba is eljutott a magyar katolikus püspökök ad limina látogatása során, ahol Ferenc pápa megáldotta. A missziós kereszt országjáró és határon túli körútja során Máriapócsot követően a megye több településére is ellátogat, így Mátészalkára, Csengerbe, Kisvárdára, Újfehértúra és Nyíregyházára is. Nyolc pontos győzelmet aratott Békésen a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák 93-85-re verték a hazaiakat. A nyíregyháziak vasárnap a PVSK-t fogadják. Nem a legjobb előjelekkel utazott a 4 meccses idegenbeli sorozatot lezáró békési találkozóra a Blue Sharks. Az utolsó edzésen eltört Singer Zoltán orra, Szondi Ákos térd, Mokánszki Máté pedig bokasérülés miatt hagyott ki edzéseket. Ezúttal jól kezdtek a cápák, de a tetemes előnyből az első negyed végére csak 1 pont maradt. A második 10 percben újabb 2 pontot tett hozzá előnyéhez a vendégcsapat, amely 8 pontos vezetéssel kezdhette a záró negyedet. A hazaiak azonban fordítani tudtak, de a nyíregyháziak visszavették a vezetést, és végül 8 pontos sikert aratva szerezték meg 13. győzelmüket a cápák. Elég nehezen dőlt el a mérkőzés, illetve a mérkőzésnek volt több olyan szakasza is, amikor megint vezettünk, és megnyugtatónak tűnt ez az előny, de úgy veszem észre, hogy akkor kezdünk egy picit megzavarodni, és mindig visszaadtuk ezt az előnyt. Végérvényesen úgy gondolom, hogy a negyedik negyed második felében dőlt el, amikor Olá Zoli 2 olyan támadólepottanót szedett, ami meghatározta azt, hogy mi is lesz a mérkőzés végeredménye, és megfelelőképpen vissza tudta tenni ezeket a labdákat, illetve sikeresen fejeztük be utána a támadást, illetve a legvégén Cura Attila, Olá Zoli és Nagy Krisztián is szépen hozta azokat az akciókat, amiket egész mérkőzésen elvárhattunk tőlük, és ez eredményezte azt, hogy a végén már talán azt mondom, hogy megnyugtató volt az utolsó perc, amikor is már közeledtünk a végéhez. A végül 10 pontig jutó Olá Zoltán szerint is nagyon meg kellett harcolniuk a győzelemért a tabella alsó harmadába tartozó Békés otthonában. Nagyon nehéz volt a mérkőzés, sokat küzdöttünk. Az elmúlt időszakban idegenben játszottunk, ahol sok vereséget szenvedtünk, de tudtuk, hogy ha összeszedjük magunkat, akkor fogunk nyerni Békés ellen is. És nem volt más kérdés, csak a győzelem. A piros csoport tabellájának élén az Oroszlánnyal 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 15-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet. A Nyíregyháza Blue Sharks 13 győzelemmel és 7 vereséggel a 3. helyen várja a PVSK vasárnapi vendégjátékát. 2 gólos fél idei hátrányból fordítva 4 gólos győzelmet aratott Szegeden a nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen 34-30-ra nyert Bécsi János együttese. A tabella 4. helyén álló NKC szombaton az éllovas Balmazújvárost fogadja. A sereghajtó szegedi U20-as csapathoz utaztak a nyíregyháziak, így minden esély megvolt arra, hogy folytassa a győzelmi sorozatát Bécsi János együttese. Jól is kezdett a vendégcsapat, de a fiatal hazaiak fordítani tudtak, így 15-13-as tiszaparti vezetésnél vonultak pihenőre a játékosok. A szünetben Bécsi mester eligazította a tanítványait, akik a 2. játékrészben már az elvártak szerint teljesítettek, aminek meg is lett az eredménye, az NKC 4 gólos győzelemmel érvényesítette a papírformát. Nehéz volt, annál is inkább, mert tudtuk azt, hogy a fiatalok lelkesek, dinamikusak, gyorsak, és hazai környezetben mindent feltesznek egy lapra. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben mi jól kezdtük meg a mérkőzést, és vezettünk 4 góllal, majd elhittük, hogy már megnyertük a mérkőzést, de ezek a fiatalok tartottak egy tempót, és ők nem változtattak benne, mi belehibáztunk, és szépen feljöttek, és meg is fordították az eredményt. Fél idő közepére pedig 2 gólos előnnyel mentünk az öltözőbe, ami egyáltalán nem tetszett nekem, mert nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A 2. fél idő egy picit helyre tettük a dolgokat, védekezésbe egy kicsit agresszívabbakra váltunk, támadásba gyorsabbak lettünk, és ezáltal azt mondom, hogy végig is a végjátékot újfent hoztuk, és magabiztos lett a győzelem.
Az NB1B keleti csoportjának élén a 26 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a szintén 26 pontos Békést. A harmadik Mezőkövesdnek és a negyedik Nyíregyházának egyaránt 25 pontja van. Az Enykáció a következő fordulóban a Balmazújvárost fogadja. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, tehát győzelmi szándékaink vannak. Vezetik a tabellát, egy pontra vagyunk egymástól, tehát az első és a negyedik hely közt ennyi, a különbség nagyon szoros az élmezőny, de úgy gondolom, hogy a mostani széria talán nekünk kedvez, mi egy jó formában vagyunk, kezdünk egy jó játékot játszani, és bízok benne, hogy a szombati mérkőzésen nekünk lesz meg a hazai pálya előny, és ezt ki is fogjuk tudni használni. A nyíregyházi KC Balmazújváros mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek 5 szemét, akik összefüggésbe hozhatóak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elleni merénylettel. A február 27-i támadás felbújtóit még keresi a rendőrség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés legutóbbi ülésén közös határozatban fejezte ki tiltakozását az eseménnyel kapcsolatban, és szolidaritásukról biztosították a képviselők a kárpátaljai magyarokat. 80 férőhelyes óvoda alapkövét tették le pénteken Mátészalkán. A Széchenyi István katolikus és német nemzetiségi általános iskola új intézményében a három csoportszoba mellett tornaterem, foglalkoztatók és közösségi tér is helyet kap. Az óvodaépítést a Római Katolikus Egyház és az állam összesen 300 millió forinttal támogatja. Közel 170 millió forintból több mint 1000 napelemet telepítettek a Mátészalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó 5 iskola tetőszerkezetére. Ezek intézményenként 70%-os áramköltség megtakarítás jelentenek. Az így felszabadult több millió forintot az iskolák a tantermek belső felújítására vagy oktatási programok szervezésére fordíthatják. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 5-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap esős időre van kilátás, már ma a reggeli órákban egy mediterrán ciklon felhőzete érte el térségünket, amelynek hatására kedden nedves, de a maihoz hasonlóan enyhe levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban már borult lesz az ég, és hajnaltól eső, ónos eső is előfordulhat, az északkeleti szél néhol kissé megérénkül. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső, főként a magasabban fekvő területeken havas eső várható, a délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Egyébként meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás, számítani lehet napos periódusokra, de többször megnövekszik a felhőzet, és többször kell esőkre, záporokra számítani. Eleinte lassú, majd a hét második felében számottevő melegedés várható.